Az idén 170 éves magyar hadsereg a magyarság legszebb, legdicsőbb pillanataiban született meg 1848-ban. A 170 év alatt meg annyi változás és kihívás érte a magyar katonákat, de az elszántság és a hazáról vallott gondolatok és tettek változatlanok maradtak. Nyíregyháza laktanyáiról és katonaságáról már az 1930-as évek elején számos írás említést tesz. Román István a rendezvényen megtartott ünnepi beszédében kiemelte. Nyíregyháza katonaváros és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerte nagyon komoly hagyományai vannak a katonaságnak. Itt a tájékozódásom alapján el lehet azt mondani, hogy jelenleg is a magyarországi hivatásos állománynak egy jelentős része az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből verbuválódott fiatal, aki különböző nemzetközi missziókban, illetve a hazai szolgálatban, vagy a déli határok védelmében akár részt vesznek. Nagyon fontos, ez a kiállítás ide került, mert az egyetemen nagyon sok fiatal láthatja, és én személy szerint abban is bízom, hogy ezt a fiatalok nem csak megnézik, hanem akár ez inspirálólag is hatat néhányukra, hogy ezt a nagyon szép, küzdelmes pályát válasszák maguknak. A kiállítás megnyitóján jelen volt Ruszin Romulus dandártábornok, aki elmondta, a megemlékezésnek a legfontosabb jelentősége, hogy emlékezzünk. A programsorozat alatt nagyon sok fiatallal, iskolással találkoznak a Magyar Honvédség katonái. Ennek köszönhetően az elmúlt években javult a honvédség megítélése. A dandártábornok tapasztalatai alapján egyre többen választják hivatásként a Magyar Honvédséget. Egyre többen jelentkeznek katonának és próbálják ki magukat. Ugye a mai Magyar Honvédség az önkéntes, mióta a sorkötelezettséget felfüggesztettük, tehát most csak az visel egyenruhát, aki igazán akarja viselni ezt az egyenruhát, aki úgy dönt, hogy ha kell, saját önszántából a legértékesebbet is adja az országért az életét. Azt tudom önöknek mondani, hogy az elmúlt 2 évben a létszámunk folyamatosan nőni tudott, hiszen valóban vonzóvá válik ma magyar katonának lenni, itthon is külföldön egyaránt. Hogy van-e elég? Ha egy parancsokat kérdeznek, akkor soha nem elég. Természetesen egy állandó fluktuáció van, jönnek és mennek a katonák, kipróbálják magukat, és utána kipróbálják magukat az élet más területén is. Úgyhogy bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni magát, szeretne kipróbálni az értékeit, szeretne külföldön szolgálni, szeretne nyelvet tanulni, szeretne csapatban dolgozni, a Magyar Honvédségéhez a feltételeket úgy biztosítja, hogy közben olyan illetményt is tudunk biztosítani, amivel valóban el tudja tartani a családját. Az egy évben áttartó programsorozatok alatt nem csak kiállításokkal, hanem kulturális programokkal és harcászati bemutatókkal is találkozhatnak az érdeklődők. Nyíregyházán május 6-áig tekinthető meg a tálat.